Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atyó, Fiú és a Szent Lélek nevében, az Úr legyen veletek. Írul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa, az úrházában van elültetve Istenének csarnokában bont virágot. Szent misét Árpádházi Szent Imre hercegről imádkozzuk, Szent István király, a trónon utódául szemelte ki őt. Mindent megtett azért, hogy erre alkalmas legyen. Szent misét élő Balázsér és glóriáért és elhunyt Nagy Imre lelki üdvéért ajánljuk el. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közben járó segítőnk legyen nálad, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Az igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halál. Az ember élet értékét ugyanis nem a hosszú öregkor adja meg, és nem az évek számával mérik érdemét. A lelki bölcsesség az igazi őszhaj, a fedhetetlen tiszta élet és az igazi öregség. Az Isten kedvét találta benne. Szerette és magához vette őt a bűnösök közül, akiknek körében élt. Kiragadta őt közülük, hogy a gonoszság meg ne rontsa gondolkodását, és a hamisság meg ne fertőzze lelkületét. A bűnös élet káprázata ugyanis elvakít, hogy ne lássuk a jót. A szenvedés szédület elsodorja az ártatlan lelket. Fiatalon halt meg, mégis teljes életpályát futott be. Lelkes, kedves volt az Isten előtt, ezért sietve kimentette őt a bűnösök közül. Az emberek látják ezt, de nem értik, és szívükben sem érzik, hogy Isten jóságos és irgalmas a szentjeihez, és választottainak életére gondot visel. Az elhunyt igaz elítéli az életben maradt gonoszokat. Ó, hamar tökéletessé lett ifjúkor, pedig a bűnös hosszú életét. Látják ugyanis a bölcsnek végét, de nem értik, mit rendelt felőle az Úr, és miért helyezte őt az Úr biztonságba. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörgetőt, ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgálkik. S ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket,
boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudna a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Kedves katolikus hívek, Szent Imre herceg, Szent István királyunknak nem volt elsőzött fia. Volt idősebb testvére, aki a frissen felvett nyugati kereszténység öröklési rendje szerint majd a trónt fogja örökölni. Így Szent Imre hercegben a papi élethivatáshoz szükséges tudást és erényeket kezdték fejleszteni a szülei. Így választottak számára nevelőt Szent Gellért püspöknek a személyében. Nem politikust, hanem szent életű főpapot, hogy hasonlóan szent életű papot neveljen majd az egyház számára. Hogy kiemelkedően nagy tehetségű volt a herceg elmebeli szempontból, az bizonyítja a legendának az a fél mondata, hogy igen hamar megtanulta a zsoltározást, ez azt jelentette, hogy értette is a latin látságot, annak mint nem csak szavait, hanem nyelvtanát is, tehát összefüggéseit, és együtt imádkozta Szent Gellértel a zsoltárokat. Szent Gellért pedig a kor szokása szerint megkedveltette vele a virrasztó imádságot. Azt az imádságfajtát, amely különösen is abból a célból született meg az egyház hagyományában, hogy Isten kedvét és szándékát keresse. Kedvét a törvényeinek a megtartásával, szándékát pedig a gyakorlati megéléssel, hogyan lehet legteljesebben Istennek szentelni az életet. És erről szól Szent Imre legendájának másik fontos és nagyon is valóságos eleme, hiszen az éjjeli virrasztás során az Úrtól a felnövőben levő herceg azt érdeklődte, mi lesz valójában az ő hivatása. Mi az, amit az Úr a leginkább elvár tőle? Mi az, amihez a legnagyobb tehetséget adta az ő számára? És itt hangzik el a hagyomány szerinti mondat, Virginitas placet, a szüzesség a legkedvesebb. Ez mind a Veszprémben történt, Szent György kápolnájában, ebből következik, hogy Szent Imre az édesanyja mellett nevelkedett Veszprém városában. És ott volt Szent Gellért, a későbbi Bakonyi remete. A kérdés számunkra is ez, Uram, mire hívsz bennünket? És Krisztus mindig válaszol. Válaszol azon egyszerű utakon, amelyeket általában figyelmen kívül hagynak. Amihez az embernek tehetsége van, ami után érdeklődése felkelt, azon a vonalon kell keresnie
Isten akaratának legteljesebb megvalósulását. Azt a bizonyos hivatást, amely mindenki számára egyedi és különböző. Ma is megmutatja mind a fiataloknak, mind az idősebbeknek. Neked is valami hasonlót kellene tenned, testvér, hiszen föl kellene tenni a kérdést, Uram Istenem, mondd meg nekem, tőlem személy szerint mi volna a számodra legkedvesebb. És nagyon jó, hogyha a lélek részéről időben elhangzik ez a kérdés. Mégpedig ugyanez a kérdés. Mert amikor azt halljuk, hogy az embernek hivatása van, ez ugyanazt jelenti. Isten valamire szánja az embert, és nem csak általában, hanem egyenként és személy szerint. És boldog az az ember, akiben idejében tudatosodik, mire hívja őt az Úr, és mire szánta. Kedves testvérek, Szent Imre herceg ugyan kötött házasságot, erről történelmi emlékek vannak, azonban feleségével megegyeztek, hogy Szent József házasságban élnek. Így megőrizte Szent Imre az ő szüzességét, amely számára volt a legszorosabb hivatás. Ez a szüzesség, ez a tisztaság egyébként támogatta őt abban a fajta összeszedettségben, amely mint trónörököst illette, hiszen bátyja halála után ő lépett a trónöröklés sorrendjében előrébb, és hogy ezen a téren is megvolt a tehetsége, az bizonyítja az a tény, hogy amikor II. Konrád 1027-28-ban Magyarországot megtámadta, akkor Szent István király bátran bízta a nyugati határszél védelmét és a katonaság vezetését Imre fiára. Minden tehetség megvolt tehát a hercegben, és arra nézve a legjobb reményeket nyújtotta apja számára, hogy méltó és alkalmas utóda legyen. Az Úr számára azonban még kedvesebb volt Szent Imre, és ezért magához szólította. És nekünk magyaroknak ez nagy szerencsénk. Szent István király számára ugyanis ez volt az utolsó lökés arra, hogy egészen Isten kezébe helyezze a művét. Semmi emberi dologra ne támaszkodjon. És így lettünk Mária nemzetévé. Így ajánlott föl bennünket Szent István király örökre is visszavonhatatlanul a boldogságos szűz anyai oltalmába. És ennek első apródja, első lovagja maga Szent Imre herceg. Adjunk hálát az Árpádházi szentjeinkért, különösen Szent Imre hercegért, és kérjük az ő közben járását, hogy minden keresztény testvérünk mi hamarabb megtalálja azt a hivatást, amelyet a mindenható Isten csak neki szánt. Amen. Kérjük testvérek a királyok királyát és az urak urát, a mi Urunk Jézus Krisztust, hogy Szent Imre herceg közben járására adjon áldozatos lelkületű ifjakat hazánknak. Szítsd fel lelkünkben a szeretet tüzét, hogy áldozatos lélekkel szeressünk téged.
Olcs lelkünkbe, Urunk, az önmegtagadás és mértékletesség szellemét. Hívj, Urunk, ifjakat szolgálatodra, akik hivatásukat maradék nélkül betöltik. Szent Imre és magyar szentjeink közben járására vezess magadhoz bennünket egykor mennyei országodba. Úr Jézus Krisztus, kegyelmi ajándékoddal az alig megtért Magyarországnak Szent Imre ragyogó példáját nyújtottad, hogy korunk számára is új, buzgó szenteket, akik felragyogtatják kegyelmet fényességét, kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Áldozati adományaink felajánlása, Istenünk, tisztítson meg minket minden bűntől, és Szent Imre herceg közben járása által, akinek ünnepét üljük, jussunk el a mennyei haza örökségébe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad. Hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, s hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt Krisztus a mi Urunk által. S ezért miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt, dicséretet himnuszát zengjük és vég nélkül énekeljük. Atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked,
Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, Arnold generálisunkkal, és mindazokkal, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, Balázs szolgádról és glória szolgálódról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, Linus, Kletus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónus, János és Pál, Kozma és Damján vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindjájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy. Tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről. S ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked.
Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat, mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiad szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, Imre szolgádról, aki a hit jelével előttünk távozott el az élők sorából és a béke álmát alussza. Kérünk, Urunk, hogy neki és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, kik irgalmad bőségében bizakodunk, hogy kegyessen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjenek ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, védd meg népedet minden bajtól, hogy Szent Imre herceg közben járásával el tudjuk kerülni a jelen élet veszélyeit, és a jövendőrök dicsőséget megérdemeljük Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Szent Imre herceg és a többi árpádházi szentek közben járására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek lélek.